9 sorozatban megnyert mérkőzés után érthetően nagy önbizalommal kezdett a Sopron, az első negyedet 9 ponttal nyerték a vendégek. A folytatás már szorosabb volt, de a nagyszünetre így is 10 pontos soproni vezetésnél vonultak le a csapatok. Fordulás után elkezdtek zárkozni a cápák, és 70-70-nél utól is érték ellenfelüket. A záró 10 perc elején beragadt a házigazda, percekig nem született nyíregyházi kosár, így a Sopron el tudott lépni, és előnyével jól gazdálkodva 7 ponttal meg is nyerte a találkozót. Nagyon jó kezdett a Sopron, extrákat is hagytuk is nekik üres dobásokat, de valóban extrát is dobtak be, és ilyen állapotban játszunk már 2 hónapja, tehát ez azért nem véletlen, meg nem váratlan. És valóban az 55 kapott pont az nagyon sok egy fél időben, még ilyen bravúros kosarakkal is, viszont a második fél időben ebben nagyon tudtunk változtatni, viszont a végjátékot nem tudtuk átbillenteni, tehát hiába küzdöttünk és jöttünk vissza. Védekezésben is volt 2-3 olyan figyelmetlenség, meg szerencsétlen mozdulat, ami miatt a Sopron kosarat tudott dobni, illetve támadásban úgy érzem, hogy nagyon bravúr kosarakra akartunk támaszkodni, és ez most nem jött, és emiatt nem tudtuk sajnos megnyerni a végjátékot. A vendégek edzője szerint nagyon meg kellett harcolni a csapatának az újabb győzelemért. Ugyan 2 hónapja nagy szériát futunk, mégis ez volt az eddigi legnagyobb győzelmünk, mert nagy tempójú mérkőzést kellett megnyernünk. A különbséget a negyedik negyed védekezése jelentette a javunkra, de összességében végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, még úgy is, hogy több felzárkózási kísérlete is volt a házigazdának. Ezt a győzelmet Sitku Mártonnak ajánljuk, akinek nem lehetett könnyű újra ott játszania, ahol a néhai édesapja nagy sikereket ért el. A nyíregyházi nevelésű Fazekas Csaba 14 ponttal járult hozzá a Sopron sikeréhez. Nagyon hullámzó mérkőzés volt, de számítottunk erre. Ugye 9 győzelmet szereztünk Zsinórba eddig, és tisztában voltunk vele, hogy a nyíregyházi ezt el akarja menni tőlünk. Hál' Istennek a végjátékot úgy sikerült kialakítanunk, hogy nekünk kedvezzen a végeredmény. Nagyon nehéz mérkőzés volt, de számítottunk erre. Igazából szerintem az volt a döntő, hogy a végjátékban többet volt nálunk a labda, illetve sok olyan hibára kényszerítettük a nyíregyházát, hogy vagyis belehajszoltuk őket felelőtlen adott labdába, mi pedig ezt jól kontrolláltuk le utána a támadó oldalt. A forduló további eredményei a következők: Oroszlányszeged 90-83, Körmend Debrecen 89-73, Zalaegerszeg atomerőmérse 88-87 és Kecskemét Albafehérvár 83-86. A tabella élén a Szombathely áll 15 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 13-4-es mutatóval rendelkező Szolnokot. A 7 győzelem mellett 11 vereséget szenvedő Nyíregyháza a 11. helyen várja szombati körmendi vendégjátékát.